Óriási sikert elérve megnyerte az U20-as világbajnokságot a magyar vízilabda válogatott. A talán legfontosabb, a felnőtt póló előszobájaként tekinthető korosztály a világbajnokság fináléjában Szerbiát legyőzve állhatott a dobogó legmagasabb fokára, mind a döntőben, de az egész világbajnokságon kétséget sem hagyva arról, hogy melyik csapat a legjobb U20-as válogatott. A csodálatos pólósikernek pedig két miskolci érintettje is volt, Vismek Zsombor és Nagy Norbert személyében. 1995 és 2007 után 2023-ban már harmadszor lett az U20-as korosztály világbajnoka a magyar vízilabda válogatott. Kovács Norbert kapitány együttese egyre javuló teljesítmény nyújtott végig a torna alatt, majd a bukaresti döntőben Szerbiát 12-7-re legyőzve lett világbajnok. Méghozzá úgy, hogy fantasztikus játékkal 4-4-es állás után több mint egy negyed órán át gólt sem kapva lett a korosztályos csapat a világ legjobbja. Mindkét miskolci érintettségű játékos alaposan kivette a részét a sikerből, így Vismek Zsombor esetében korábbi, Nagy Norbert esetében pedig jelenlegi klubja sportigazgatóját kértük értékelésre. A világbajnokság előtt nyilvánvaló, hogy mindenki, aki valamilyen szinten szakavatott ebbe a sportágba, remélte azt, hogy a magyar csapat meg tudja nyerni a világbajnokságot. Én lehet, hogy egy kicsit optimistább voltam, nem mondtam ki, de éreztem, hogy itt egy nagy eredmény lesz, mert végül is ez egy olyan korosztály, ami ritka még a magyar vízilabdázásban is, tehát szinte egyforma tudású gyerekek kerültek maximális koncentrációra, mentálisan, fizikálisan, fantasztikusan felkészítve kerültek egy csapatba. Ráadásul a stábnak is most külön kéne gratuláljak, meg gratulálok is, hogy minden szempontból, tehát taktikailag, fegyelmileg, minden szempontból maximálisat nyújtotta a csapat. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon, de nagyon megdolgozott és teljes mértékben felépített munkának az eredménye. Vismek Zsombor Miskolcon járta végig a korosztályos ranglétrát, és 6 esztendőn át volt a miskolci klub játékosa, itt lett élvonalbeli pólós, majd hosszú idő után Szolnok csapatába igazolt. Nagy Norbert pedig a harmadik szezonját kezdi majd meg a kemény dénes uszodában. Sikerükre éppen ezért nagyon büszke most a szakember. Mind a két srác nekem egy nagyon nagy büszkeség. Tehát elsősorban ugye a Zsombi patakról ide kerülve, pici gyerekként nálunk pallérozódott. Az, hogy most ő az utolsó évet a Szolnokban játszotta, hát az pontosan azért, mert én elengedtem szerződésből ahhoz, hogy ő tovább tudjon, nem mintha itt nem fejlődött volna, de tovább tudjon lépni, egy jobb csapatba játszon, jobban meg tudja magát mutatni, amit meg is tett. A Norbi ugye, hát ő egy debreceni gyerek, de 2 éve, most lesz a 3. éve, hogy itt játszik. Nyilvánvaló, hogy ez az utolsó 2 év is meghatározta az ő eredményét, meg az, hogy meg tudott ragadni ebbe a válogatottba, sőt, azon kívül nagyon, de nagyon hasznos tagja tudott lenni ennek a válogatottnak, és gyönyörű szépen dolgozott egy kemény bajnokság után, még a plusz teher, és ráadásul ez a világbajnoki sorozat le a kalappal, mind a két srác előtt. Szerbiával korábban azért a magyar válogatottnak akadtak nehézségei, de az U20-as nemzeti együttesünk teljesítménye szinte elsöpörte ezt a mondatot. Ugyanis a világbajnokság előtti felkészülés során, majd a csoportmeccseknél, ezt követően pedig a döntőben is legyőzte bombaerős ellenfelét a magyar együttes, és lett így világbajnok a nagyon tehetséges, sokra hivatott korosztály. Egy felkészülési tornán, közvetlen a világbajnokság előtt, mindenki lesi a másikat, hogy mit csinál. Ő nem adja ki magából azt, amit végül is tud, hanem megpróbálja azt észrevenni, hogy a másik hol érinthető, hol sebezhető. Nyilvánvaló, hogy bizonyos játékelemeket azért gyakorolnak, mint ahogy tették is. Belgrádban 1 góllal nyertünk a felkészülési tornán, megnyerve a tornát. A csoportmeccs az egy egész más meccs volt, főleg az, hogy a legelején ott általában 2 úgymond egyforma tudású csapat, ami a végén kiderült, hogy mégsem az,
nem akar kikapni. Tehát ott inkább arra játszanak a csapatok, hogy ha nem győzünk, de legalább egy döntetlen. Na, nekem az jött át abból a mérkőzésből, de végül is az 5 méteres dobásoknál ott kiderült, hogy mentálisan abszolút rendben vagyunk, és föléjük kerekedtünk, tehát legyőztük őket. Ami a döntőt illeti, az egy más meccs. Az egy meccs, ahol mindent ki kell adni a csövön, amit meg is tettünk, és amibe, hál' Istennek, a szerbek bele is rokkantak. Tehát már az elejétől kezdve nem adtunk semmilyenféle fajta reményt vagy esélyt nekik, hogy valami történhet is az elmúlt meccsekhez képest. Tehát egy olyan dominancia volt, ami számomra egy nagyon, de nagyon nagy boldogság, hogy a jövő akár nagy csapatának is láttuk az előszelét. És a másik legfontosabb dolog számomra, hogy ez az 20-as válogatott, ugye, amiben már 3-4-en belekóstoltak a nagy válogatottságba, álltak vigyázva a magyar himnuszt hallgatva, nem csak most, az előszobája a jövendő nagy csapatnak. És ilyen szempontból nagyon bizakodóak tudunk lenni, mert országvilág előtt bebizonyítottuk, hogy a magyar vízilabda igenis a legjobb pillanatnyilag a világon. Ez a siker, ez minket még jobban kötelez, és ezt a szakavatottak ezt legalább úgy, de lehet jobban tudják, mint én, hogy innentől kezdve egy még keményebb munka, még keményebb odafigyelés fog történni, nem hogy lesz, fog történni, biztos vagyok benne, mert ez a fiatal edző gárda, nem akarok neveket sorolni, véletlenül ki ne hagyjak valakit, s megsértődjön, fantasztikusan jól rakta össze ezt az egészet. Tehát itt az utánpótlás az utóbbi években szárnyal. Ha megnézzük itt az U15-től kezdve mindenféle címet besorolt, ez nem véletlen, tehát ez nem a szél fújja össze, hanem ez nagyon-nagyon komoly és precíz munkának az eredménye, és hogy az U20-as nyert, én meg vagyok győződve, ha nem is ezen az olimpián, de a következő olimpián, ennek a csapatnak a vastag gerince ott fog lenni az olimpián, és tovább fogja öregbíteni a magyar vízilabda hírnevét, sikerét. Mindenhonnan kaptam ilyen-olyan telefonokat, fantasztikus, tudván azt még ráadásul, hogy miskolciak is voltak benne, mármint egy mostani, meg egy volt miskolci, és ez engem nagyon nagy büszkeséggel töltött el, és gratulálok az edzőimnek, gratulálok mindenkinek, hogy azért, mint egy nem régóta működő bázis, most már mondhatom azt, hogy bázis, aki válogatottakat ad, meg világbajnokokat ad, bázis, hogy részt tudunk venni abban az építő munkába, amit a magyar vízilabda képvisel ebben a pillanatban. Az ember ugye a gyerekeit is valami nagyon jót csinál, jól sportol, iskolába jó eredményt, az megünnepli. Én úgy érzem, hogy nekünk is, a klubnak is, és városi szinten is ennek egy kicsit hangot kell adjunk, és büszkék kell legyünk arra, hogy Miskolcon igenis két világbajnok van pillanatnyilag, a legfrissebben. Ugye a világbajnokok nem potyognak a kertbe hetente. A miskolci sportbarátok vízilabda meccsre járók nevében mi is gratulálunk az érintetteknek.